Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című hírháttér műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban dr. Csapó Benő, a Szegedi Tudományi Egyetem Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára, aki egy héttel ezelőtt, mint a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke volt a vendégünk, és akkor arról az állásfoglalásról beszéltünk, ami az oktatás úgy jelenlegi helyzetéről adott látleletet és javaslatokat arra, hogy mit kellene tenni. Ezt a beszélgetést viszont egy más ügynek szánjuk, de ez is az oktatáshoz kapcsolódik. Elindítottak már több mint egy évtizede a Szegedi Tudományegyetem oktatáselméleti kutatócsoportjánál egy nagy munkát. Mérési értékelési rendszernek is nevezhetjük. Mit tud ez a rendszer, és meddig jutottak ennek a fejlesztésében? Ha a történelmi visszatekintésre egy pár percet rászállunk, akkor azért hadd említsem meg, hogy maga a pedagógiai értékelés az egészen a 70-es évekig visszanyúlik a Szegedi Tudományegyetemen. Nagy József indította el még az alsó tagozatos számolási készségek mérését, aztán a felső tagozatos feladatban kidolgozását, és az végig halad egészen napjainkig ez a pedagógiai értékelés, mérés, értékelés, tesztelés, kutatási és fejlesztési program. És amióta számítógép van, nagyjából mi a 83-84-ig vezetjük vissza, amikor a Commodore 64 az év számítógépe volt, mi már arra készítettünk teszteket. És akkor természetesen ahhoz, hogy ki tudjuk használni igazán a számítógépek előnyeit, ahhoz kellett a grafikus interfész, és mindenekelőtt pedig az internet, az online mérési lehetőség. Na most ezzel a projekttel, aminek az eredményeként kifejlesztettük az EDIA online diagnosztikus rendszert, ez a 2007-89-es években kezdődött, és akkor egy jelentősebb európai támogatással megvalósult projekt keretében kidolgoztuk ezt a rendszert. Ennek a rendszernek van kapcsolódása Hódmezővásárhelyen is. A Domonkos Nővérek Liszt Ferencének Zenei Általános Iskolájában például alkalmazzák ezt a módszert, de az EDIA és sok gyakorló iskolája van az EDIA-nak az országban szerteszét, de lesz ebből rendszer szintű mérési, értékelési rendszer? Igen, ha megengedi, akkor itt is a Vásárhellyel való kapcsolatunknak a történelmi hátterét is picit részletesebben megvilágítanám. Nagyon sok mérést végeztünk itt Hódmezővásárhelyen, még papír alapon is. Egy nagyon jó partneri kapcsolatot alakítottunk ki a várossal. Például még a múlt évezredben fölmértük a város összes iskolájának majdnem az összes diákját, párhuzamosan több megyei jogú várossal, annak vizsgálatára például, hogy az iskolán belül és az iskolák közötti különbségek mekkorák. És amikor megvalósult az a bizonyos átrendeződés Vásárhelyen, ami egy nagyon úttörő vállalkozás volt a maga idejében, később már számítógépes alapon újra felmértük az iskolákat, és meg tudtuk mutatni, hogy ennek mi volt a hatása. Most az EDIA rendszerre visszatérve az együttműködésünk szintén sokkal bővebb, mint amit említett. Például együtt dolgozunk Hódmezővásárhely összes óvodájával, egy partner kapcsolatot építettünk ki. Majdnem azt mondhatnám, hogy a mi óvodaiskola átmenettel kapcsolatos fejlesztésünknek a nagy része az itt zajlik, tehát az itteni óvodák a mi partnereink. Igen, mi is beszámoltunk annak idején a híradónkban arról, hogy tableteket kaptak óvodák, amik segítségével ezeket az EDIA teszteket elvégezhetik az óvónők és a kis óvodások. Így van, ez országos jelentőségű úttörő vállalkozás is volt, úgyhogy itt megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondok egyrészt a város vezetőjének, akik lehetővé tették ezt a fejlesztést, másrészt pedig az óvodapedagógusoknak, akik nagyon lelkesen dolgoznak ezeknek az eszközöknek a beüzemelésén, a mi eszközeink, vagy mérési módszereinknek a kipróbálásán. Miért jó, hogy tableteket, számítógépeket használnak ilyen célra? Miért több ez, mint a papír? Miért több, mint az eddigi módszerek? Itt egy nagyon hosszú sort lehetne megnyitni és sorolni azt, hogy mi mindenben jobb a számítógép. A számítógépes mérés, mint amit papír alapon el tudtunk végezni. Hát az egyik a költséghatékonyság.
az, hogy az egész folyamat számítógépen zajlik, tehát megspóroljuk azt a költséget, hogy ki kell nyomtatni a teszteket, ki kell juttatni az iskolákba, vissza kell gyűjteni, rögzíteni kell az adatokat, és akkor kezdődhet meg az elemzés. Ez az egész lerövidő számítógépen, online megoldják a diákok a feladatokat, és amikor az utolsó gyerek lejutott az utolsó billentyűt, már is kezdhetjük a számítógépes elemzést. Gyerekek mondtak olyat is ezzel kapcsolatban, hogy kisebb a stressz, hogyha ezt a feladatot kell megoldani, rögtön megkapják az eredményt, és jobban tetszik nekik. Talán közelebb van az ő jelenlegi tudásukhoz, ismeretükhöz már, ami a számítógépet illeti. Igen, elkerülhetetlen az, hogy minden tevékenységünket áttereljük az infokommunikációs technológiák területére, és itt valóban a mostani diákok beleszülettek ebbe a környezetbe, jobban ismerik, jobban kevésbé stresszeli őket, és itt az azonnali visszacsatolásnak annak nagyon komoly pszichológiai motiváló ereje van, hogy nem kell várni arra, hogy megtudjam, hogy most mit teljesítettem. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit tudok, és akkor ott most megoldottam a feladatokat, és megkapom erről a visszajelzést. Lépjünk vissza az óvoda-iskola átmenet kérdéséhez. Mit tud segíteni az EDIA rendszer, a mérési értékelési rendszer abban, hogy gördülékenyebb, simább legyen az átmenet az óvodából az iskolába? Ahogy a rendszernek a nevében is van, a DIA a diagnosztikusnak a rövidítés, az egy online diagnosztikai mérőrendszer. Ha párhuzamba állítjuk az orvosi diagnosztikával, akkor ugyanazt tudjuk mondani, mint amit a házi orvosok vagy a gyerekorvosok mondanak, hogy ahhoz, hogy megállapítsák, hogy pontosan egy gyerek egészségének a megőrzéshez milyen beavatkozásra van szükség, ahhoz műszerek, eszközök kellenek. Szabad szemben nem látható fejlődési különbségek vannak a gyerekek között. Hogyan alakul a számfogalom, hogy mikor alakul ki mondjuk az arányfogalom, műveleti tulajdonságok, vagy a szövegértésben az olvasásnak az előkészségei, fonológiai tudatosság, morfológiai tudatosság. Ezek olyan tényezők, amelyeket úgy ránézésre nem lehet egy gyerekről megállapítani. Azt látják az óvodapedagógusok, hogy az egyik gyerek már magától megtanul olvasni, a másiknak pedig második, harmadik általánosban is gondjai vannak. Most mi ezt szeretnénk előrejelezni, diagnosztizálni, és olyan fejlesztő beavatkozásokat felkínálni, amelyekkel a lemaradókat felzárkóztathatjuk. Már ezeken a fejlesztő megoldásokon is dolgoznak? Tehát az egy következő lépés? Igen, természetesen. Tehát most azt mondhatjuk, hogy a diagnosztikus eszközök készen vannak. Ugyanazon a szinten vagyunk, mint amikor az orvosok tudnak mérni vérnyomást, vércukorszintet, egy csomó laborvizsgálati eszköz rendelkezésre áll, de most jön a terápia. Tehát most tartunk ott, hogy elkezdtük kidolgozni azokat az eszközöket, amelyekkel a gyerekeket segíteni lehet. Itt nagyon differenciáltan kell eljárni, tehát nem lehet azt a megoldást alkalmazni, hogy akkor az egész osztályra rázúdítunk bizonyos fejlesztő eszközöket, hanem éppen nagyon finoman, konkrétan meg lehet mondani azt, hogy az egyes diákoknak miben van lemaradásuk, mi az, amiben ők fejlesztésre szorulnak. És ezt a fejlesztést természetesen ugyanolyan gyerekes módon, játékosan, színes eszközökkel lehet biztosítani nekik, mint ahogy amilyen az életük általában. Mi kell ahhoz, hogy ez általános? Egyrészt van-e versenytársa ennek Magyarországon, van-e versenytársa ennek a módszernek, az EDIA-nak? Hát versenytársa úgy konkrétan nincs, hiszen ez a legnagyobb volumenű, óriási feladat tömeget megmozgató eszközrendszer. Maga az EDIA, mint szoftver, az is egy egyedülálló produktum, nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban is egy nagyon élvonalbeli fejlesztésről van szó. És ahhoz, hogy ez általános legyen, ahhoz számos feltételt biztosítani kell. Az egyik az, hogy az iskolák felfedezzék ennek a lehetőségeit. Másrészt pedig az, hogy lehetőségük legyen arra, hogy ezt használják. Tehát, hogy meg tudjuk változtatni azt a kultúrát, azt a szemléletmódot, hogy nem a tankönyv szerinti tananyaggal kell egyik leckéről a másikra haladni, hanem a gyerek fejlődési folyamatát kell támogatni. Ez egy hosszabb folyamat,
ehhez képezni kell a pedagógusokat, meg kell ismerni azt, hogy mi történik a gyerekkel ezekben a nagyon kritikus években. Másrészt pedig fel kell szabadítani a pedagógusok kreativitását. Tehát, hogy neki ne azt kelljen figyelni, hogy hány leckére vagyok lemaradva, hanem azt figyelje, hogy XYZ diákok mennyire vannak lemaradva a saját lehetőségeikhez képest. Hány iskolában próbálták ki Magyarországon ezt a rendszert? Számon tartjuk a partneriskoláinkat napra készen, hiszen a rendszerbe regisztrálják, az EDIA rendszerbe. Bármikor beléphetnek az iskolák, akár úgy, hogy iskolai szinten átfogó méréseket végeznek, akár pedig az egyedi tanárok is beregisztrálhatnak a rendszerbe, és a saját munkájukhoz használhatják. Így pontos adatot nem tudok mondani, mert percek alatt is változhat ez az arány, viszont azt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 iskolában vagyunk jelen. Ezek több-kevesebb gyakorisággal részt vesznek a méréseinkben. Segít-e az EDIA abban, hogy a tantárgyi tudás szintjéről följebb lépjenek a diákok, a gondolkodási képességük, az alkalmazási képességük fejlődjön? Igen, tehát maga ez az EDIA rendszer, ez nem csak a technológiában képviseli az oktatás élvonalát, hanem abban is, hogy egy tudományosan megalapozott keretrendszerre, tartalmi keretrendszerre épül. Európa legjobb szakértőit hívtuk meg, hogy segítségükkel kidolgozzuk, hogy mit kell mérni. Tehát mit kell mérni a szövegértés területén, matematikában és természettudományban. Ezek nem olyan triviális dolgok, különösképpen ha a pszichológiai háttér, a gondolkodási dimenziót tekintjük. Itt olyan dolgokat tudunk megmutatni ezzel a rendszerrel, ami szabad szemmel nem látható. Tehát az, hogy hogyan haladnak a gyerekek a tananyagban, a tankönyvi tananyagban, azt ki lehet kérdezni, vissza lehet kérdezni, feleltetni lehet belőle a dolgozatot iratni, de hogy maga az oktatás hogyan hat a gyerekek értelmi fejlődésére, gondolkodására, az nem látható. Ezekkel az eszközökkel mi ezt láthatóvá tudjuk tenni. Meg tudjuk mutatni, hogy hol tartanak a diákok. Megint csak vissza kell kérdeznem, hogy a bevezetéshez mi kellene? Dolgoznunk rajt. Ugye ezt a fogalmat, hogy bevezetés, ezt érdemes lenne pontosítani. Maga a rendszer be van vezetve, ott van, bárki használhatja, és a bevezetéshez persze az kellene, hogy kapjon ez a kutatócsoport folyamatos támogatást ahhoz, hogy ezt a maga elé kitűzött célt meg tudja valósítani, most már az eszközök fejlesztésében, hiszen igazán meggyőző a pedagógusok számára majd az lesz, amikor látják, hogy használják a rendszert, meg tudják mutatni azt, hogy a diákok valahol le vannak maradva, de ugyanakkor ott van a pirula és a tabletta, ott van az eszköz, amivel a gyerekeket felzárkóztathatják, és amikor azok az iskolák, amelyek használják ezt, és használják ezeket a kompenzációs felzárkóztató módszereket, kiugranak, megmutatható, hogy ők kiemelkednek a többi közül, na az lesz majd a bevezetés. Tehát nem szeretnénk kötelezővé tenni, azt szeretnénk, hogy mindenki ugyanúgy használja, mint a mobiltelefont. Nem azért használjuk, mert valaki ezt elrendelte, bevezette, kötelezővé tette, hanem van egy eszköz, amelyik az életünkbe beépült. Ugyanígy ennek a rendszernek hétköznapivá kell válni, be kell épülnie a magyar pedagógiai gondolkodásba, a hétköznapi pedagógiai kultúrába. Jut erre ideje a pedagógusoknak? Milyen gyakorisággal kell használni az EDIA-t? Milyen gyakorisággal célszerű használni? És akkor itt ugye a rendszerfeltételekre térünk rögtön rá, hogy magának a közoktatásnak hány ponton kell ahhoz megváltoznia, hogy ezt a kultúrát be tudja fogadni. És akkor itt két irányú hatásról beszélhetünk. Egyrészt segíthetjük magát a közoktatást, annak a fejlődését, például a pedagógusok helyzetének a rendezésével, a pedagógusok idejének az átrendeződésével, felszabadítani a pedagógusok idejét, és a pedagógusokkal kapcsolatos elvárások megváltoztatásával, tehát hogy a pedagógusoktól azt várjuk el, hogy fejlesszék a diákokat, személyre szólóan foglalkozzanak a diákokkal, de nem úgy, hogy ez egy plusz feladat legyen, hanem ez legyen a pedagógusoknak az alapfeladata. A korábbi beszélgetésben nem tértünk ki arra, amire most utalt. A pedagógusok jelenlegi követelései között a kötelező óraszám csökkentése is szerepel.
meg az, hogy a tananyagot is csökkenteni kellene. Hogy legyen idő fejlesztésre például. Mi lenne az ideális óraszám egy-egy pedagógus számára? Itt most hadd nem mondjak óraszámot, mert nem szeretnék ilyen számháborúba belemenni. Rengeteg nemzetközi összehasonlítást lehet az interneten is olvasni. Amit szeretnék mondani az az, hogy a pedagógusok munkaidejét és a pedagógusokat, mint erőforrást racionalizálni kellene. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyeket most magasan képzett pedagógusok végeznek az iskolában, de nincs szükség erre a képzettségre. Adminisztráció, ebédeltetés, mindenféle egyéb feladatok, ugye pedagógusok tudnának erről mesélni, hogy hányféle feladatra fogják be a pedagógusokat, amihez nem kell az ő magas képzettség. Ezt le kell venni a vállukról, rendszergazdákat kell foglalkoztatni, asszisztenseket, adminisztrátorokat, és olyan segédszemélyzetet, amelyik kevésbé képzett, ugyanakkor asszisztenciaként a pedagógusok keze alá dolgozik. Ugye ez az egyik feltétel. A másik irányba pedig vannak olyan speciális feladatok, amelyekre nem lehet minden pedagógust kiképezni. Ilyen például a sajátos nevelési igény. Természetesen minden pedagógusnak többet kellene tanulnia a sajátos nevelési igényű diákokról, attól függ, ugye, hogy ezeket a különleges igényeket milyen szélesen defináljuk. Finnországban, skandináv országokban körülbelül a diákok 30-35%-a az, akit úgy tekintenek, hogy sajátos igény, és ez lehet az, hogy egyik tárgyból le van maradva, időlegesen le van maradva, van valami magatartási problémája és egyebek. Ennek a kezelésére a pedagógusok felkészülnek. De ugyanakkor ott vannak az iskolában a segítő pedagógusok. Minden iskola el van látva több ilyen fejlesztő segítő pedagógussal, akiknek megvannak a kis klienseik, a pácienseik, akiket tudják, hogy ott ülnek az osztályba, ott van a harmadik B-be valaki, és akkor neki azzal a diákkal foglalkoznia kell ahhoz, hogy ő ott tudjon maradni, és abban az osztályban sikeres legyen. Tehát itt jönnek ugye az iskolapedagógusok, vagy iskolapszichológusok, különböző segítő pedagógusok, és hát ami Magyarországon nagyon nagy probléma, hogy a családok olyan helyzetben vannak Magyarország egyes régióiban, hogy nem is tudják iskoláztatni a gyerekeiket. Tehát itt elemi anyagi problémák vannak, ruháztatás, felszerelés, és maga a családban nincs meg az a háttér, ahogy a gyerekeknek az iskolai előmenetelét támogatni tudnák, tanulósarok, eszközök, egyebek. Na most itt ez már a szociológiának a területe, család segítő szolgálat. Tehát ahhoz, hogy a pedagógusok idejével hatékonyan gazdálkodjon, két oldalról kellene a pedagógusok válláról levenni a feladatot, egyrészt a kevésbé fölkészült területekről, másrészt pedig a több speciális tudást igénylő szakértelmet kellene bevinni az iskolába más szakmákkal, más hivatásokkal. Finn példát említett, nem tudom, hogy ilyen számmal tud-e szolgálni, de a diákok és a pedagógusok aránya más Finnországban, mint mondjuk Magyarországon? Tehát összességében a diákok számához mérten több a pedagógus? Igen, erre viszonylag pontos statisztikák vannak. Összességében globálisan a tanár-diák arány nálunk nem rossz. A probléma az, hogy a pedagógusokat, akik a pályán vannak, nem csak arra, nem azzal foglalkoznak, ami a fő hivatásuk lenne, hanem sok minden egyébbel. Hát, visszatértünk oda ezen a beszélgetésen is, ami az elsőn volt a központi téma, az pedig a magyar oktatásügy helyzete. Hát reméljük, hogy az először említett pedagógus bérrendezés és egyéb lépések, valamint a most kitárgyalt mérési értékelési rendszer általánossá tétele segíthet majd abban, hogy az oktatás előre haladjon Magyarországon is. Professzor úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Önök Időben című műsorunkat látták. Nézzenek bennünket legközelebb is, viszontlátásra. Thank you.